Miért terheli vajon a videó lejátszás ennyire a processzort? Wow, de durva! Wow, de durva! Na mindegy! Hello, hello, sziasztok, Sirius vagyok, ez pedig nem más, mint a szerda esti stream, ami általában nem szokott lenni. De a terv az egyébként az... nem lett hangosabb ez a videó, mint szokott? Ó, de! És tudod miért? Mert elfejtettem lehúzni a hangját, és egyébként meg leszokott, le volt húzva eddig a hangja. Szóval, kezdjétek el, nem második hó, 28-a van, hanem harmadik hó, elseje. Szóval, az van, hogy nem szokott szerdánként lenni stream. Este. De az a terv, hogy amúgy lenne minden D&D héten. Tehát, hogy egyébként majd az a terv, amikor majd értitek, sikerül mindent a helyre állítani, és mindent jól megcsinálni, mit tudom én, hogy A és B hét lenne, és azokon a heteken, amikor csütörtökön vendégszerepelek a D&D-ben, akkor szerdánként este lenne stream. Viszont... még nem nagyon sikerült ezt felszetapolni, meg egyébként az a terv, hogy szerda délelőtt is lenne stream, csak nyilvánvalóan értitek, annyira le vagyok maradva mindennel, hogy háttérmunka volt. Viszont képzeljétek el, a szokásos dolgon mentünk végig, amikor tudjátok, tanultok egy programban, vagy valamiben valamit, én ezt általában videóvágó, képszerkesztő, meg ilyesmi programokkal szoktam tapasztalni, hogy összerakok valamit, kitalálom, hogy kell csinálni, tudjátok, így utána jár az ember, YouTube videók, megtanulja, mit tudom én, megcsinálja, és aztán olyan sokáig nem kell következőre csinálnia, hogy amikor következőre csinálná, akkor megint elfelejti, hogy pontosan hol van a dolog. Nyilván egy kicsit közelebb van már, mint előtte volt, mert értitek, nagyjából már emlékszik, hogy kell csinálni, de hogy alapvetően így nem... ez írok jegyzeteket már majdnem mindenre. Hát ez lehet, hogy nekem is ezt kell csinálnom. És ez az életem. Yes. És nekem is ez az életem. Tehát nagyon-nagyon gyakran előfordul ez a dolog egyébként velem is, és mostanában a short contentet feliratozom. Kérdés, hogy ez egy jó ötlete, szükséges-e, nem szükséges-e, de hogy mostanában feliratozom. És be kell valljam őszintén, már elég sütőnek éreztem magam short content feliratozásban. Mármint, hogy működik a Premiere Pro-ban az a workflow, meg hogy működik az egész workflow, hogy sem a feliratozást. És ma elkezdtem csinálni egy short contentet, és tudjátok, így ültem, hogy kellett ezt csinálni. Tudjátok, amikor így csak így néztek magatok el, és így jó, akkor most van egy külön felirat track. Hogyan lesz még egy felirat trackem? És akkor oké, és akkor, szóval értitek, hogy így szépen haladtok. Jó, valahova elmentettem a shortban használt felirat dizájnomat. Tehát azt, hogy értek, milyen betűtípus, mekkora betűméret, milyen szín, milyen keret. Szóval értitek, ezt valahova elmentettem. Hogy lehet ezt importálni? Szóval... és ez megöli a produktivitást, de megáll méghozzá olyannyira, hogy ma kettő kaliberében ugyanolyan short contentet csináltam. Tehát, hogy így nagyjából így ugyanaz. Feliratozás, van olyan része, ahol külön kamera, külön gameplay, van olyan része, ahol csak kamera, szóval egy kicsit igazgatni kell. Az egyik 15 másodperc, a másik 18. Az első, amit csináltam, 15 volt, az moment ki 13, a másik meg 18, a YouTube szerint 19. Mindegy. Meg kéne tanulnom, Szabi, ezt a presszetelést, bár egyébként hozzá kell tenni azt, hogy közben a DaVinci Resolve-val is foglalkozom elég sokat mostanában. Elég sok mindenre most azt használom. Szóval az első short, ami 15 másodperc, annak az összerakása másfél óra volt. Mert hogy újra kellett keresnem egy csomó mindent. A második sort, ami kaliberében pontosan ugyanolyan, tehát hogy hasonló hosszúságú, hasonló mennyiségű vágás, minden más, az fél óra volt.
ennyit számít az, hogy az ember tudja, mit csinál, vagy nem. Most gondolom, mindenkire van sokkolva, főleg Connor. Nézzétek Connort, hogy le van sokkolva. Na srácok, az van, hogy a cím az arra utal... Mi is volt a cím végül? Mit írtam címnek? Nem tudok mit kezdeni az életemmel a HL vége után. Igen, szóval a Hogwarts Legacy véget ért. Tegnap este kijátszottuk a Hogwarts Legacy-t. Értitek, tehát hogy nyilvánvalóan rengeteg mindent lehet még csinálni benne, meg majd fogom is, de hogy most itt, itt Twitch-en egy kicsit pihentetném. És ha még több rutin lenne, menne az 4 perc alatt is. 4 percre szerintem nem lehet lehozni, de szerintem 20-ra igen. Amíg ebben nincs benne a keresés. Na mindegy. Szóval, véget ért a Hogwarts Legacy. És most jön az a rész, hogy így megint döntést kell hozni, hogy mit játsszak. Értitek? Tehát ez most gyakorlatilag 2 hétig így le volt véve a vállamról, hogy ez a teher, hogy mit kéne játszani. Nyírjuk ki a sárkányt, hogy fullos legyen az üresség. Fú, az nagyon kemény lenne egyébként. Egy jó Sea of Thieves. Lent van a Sea of Thieves. Nincs, de... Az nem sok. Szóval szavazzunk? Igen. Szóval az van, srácok, hogy itt az ideje szavazni. És fel tudok mutatni dolgokat. Amikre mindegy, csak Tarkov ne. És ez Pepe írta, értitek? Ez Pepe írta. Na, szóval először is. Nagyon szépen köszönöm, Kati, a 26 hónapot Sunyiban osztottad meg, de ettől még látom. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Kerti Viktor, nagyon szépen köszönöm az 5-öt. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Duriel, nagyon szépen köszönöm a 26-ot. The Sedo Gaming, nagyon szépen köszönöm a 26-ot. Szia Viktor, jó játékot és szép estét, köszönöm szépen, és neked is. Barni, nagyon-nagyon szépen köszönöm, neked meg jó mulatást, ezt akartam mondani. Barni, nagyon szépen köszönöm a 7-et, és Diablo Steve, nagyon szépen köszönöm a 3 ajándékszabot, és gratulálok Koalas for the Winnek, meg Babgulyásnak, meg Decantelosnak, vagy valami ilyesmi. Képzeljétek el, holnap megint elmaradna a D&D. De benyögtem a zseniális ötletemet a csapatnak, hogy akkor én majd improzok valami mesét, úgyhogy holnap én fogok mesélni. Készülhetnénk a D&D-re is. Készülhetnénk, de hogy... Miért? Szóval az van, hogy a srácok csinálnak új karaktereket, de gondolkoztunk rá, hogy ugyanazokat hozzák, de a srácok csinálnak... te mesédi streamelve lesz? Yes, igen, a Fun with Geeks-en ugyanúgy, csak lebetegedett a mesélőnk, tehát hogy azért maradt volna el, mert lebetegedett a mesélőnk. Viszont nagyon régen nem D&D-ztünk, szeretnénk D&D-zni, úgyhogy... Úgyhogy ja, majd meglátjuk, hogy mi történik. Vannak már ilyen dolgok, amik így izgalmasnak tűnnek. Na nem a sztori, mert arról semmi elképzelésem sincs. Oké, szóval, szavazás. Írtatok egy csomó mindent, ami nem lesz. Ne haragudjatok, nem ellenetek szól a dolog, hanem egyszerűen nem erre gondoltam. GeoGuessr, ja, ne is beszéljünk arról, hogy mennyire rossz vagyok a GeoGuessr-ben. Ilyenkor kell belökni egy mikor lesz Minecraft kérdést? Holnap, délelőtt, úgyhogy most kell belökni egy mikor lesz Minecraft kérdést. Vannak játékok, amik felhalmozódtak nálam, és van játék, amit csak így érdekel. Szóval az opciók, amiket tudok nektek adni, nyilván nagyon sok mindent, nagyon-nagyon sok mindent tudnék adni nektek opciókat, mert... Pont most futattam át az accountomat egy ilyen Steam-es, ilyen mennyit ér az accountod oldalon, és... És kezeljétek el, majdnem 10 000 euróba kerülne most minden játék, ami van az accountomon. Na mindegy, nem erről szól feltétlenül a dolog. Need for Speed, jó lenne a Need for Speed, srácok, de az van, hogy streamelhetnék most már valamit, amit néznek YouTube-on. Mármint, hogy a VOD csatorna nagyon becsülettel küzd, mint koca a jégen. De a Hogwarts Legacy végére úgy beszakadtak az eléréseink, hogy így... Hogy így értitek, játszhatnánk valamit, amit esetleg néznek is. Vándorló medve, köszi szépen a 18 hónapot. Ha nem tudod, mivel játsz, mindig ott az annó.
Hogy vagy, Viktor? Köszönöm szépen, jó a kezed, a múltkor jöttem rá, hogy az annó mentésem 8,5 giga. Sons of the Forest-et nem is vágtam, I tényleg, az nincs is rajta a listán, mert nincs meg. Önker. Oké, elmondom, hogy mikre gondoltam én, és aztán kitaláljuk. Szóval, ami nálam van játék, és nem játszottam. Szóval először is, nagyon gondolkozom a Project Zomboidon, mert nemes egyszerűséggel szeretnék Project Zomboidozni. Mindegy, mehetünk tovább. Amivel rendelkezem még, az a Kerbal Space Program 2, de erre nagyon sokan azt írták, hogy nem jó. Attól függetlenül rá lehet nézni. Attól függetlenül így is úgyis valamikor rá fogunk majd nézni egyébként, de hogy sokan azt írták, hogy nem jó. Nincs jó állapotban, nagyon-nagyon early access. Szóval van egy Kerbal Space Programom, van egy Contraband Policom, ami egy mindenféleképpen iszonyatosan magával ragadó, nem kocsoltam fel a lámpát, dolognak tűnik. Szóval, hogy ezt nézzétek. Tehát, hogy itt így mindenféle hogy mondjam, csempészet árukat lehet nézegetni. Van egy új Settlers-em, igen. Van új Settlers, elméletileg le is jött közben az új Settlers. Igen, le is jött az új Settlers. Mennyire király, hogy ez nem működik, pedig azt hittem, hogy fog működni. Szóval, hogy ilyesmikre, a Contraband elég vicces. Igen, a Contraband elég viccesnek tűnik egyébként. A Settlers is cool. Mi volt még, amit be akartam hozni ebbe a szavazásba? Azt hiszem semmi. Vagy HP újra Mordekárosként. Na, az mennyire jó ötlet. Végre nem HP. Mi bajod volt Lili azzal? Minecraftod nincs? Holnap lesz. Van Minecraftom egyébként nyilvánvalóan, de hogy nem akarok ma Minecraftot játszani. Nagyon fáradtnak érzem magam amúgy. Mert álmosnak. Flat álmosnak. I have you covered. City Skylines nincs jelenleg telepítve, főleg nincsen bemodolva, szóval az nem olyan, hogy az csak elindítja az ember. Sajnos. Szalin, nagyon szépen köszönöm a 46 hónapot, és Tibro, nagyon szépen köszönöm a 43-at. Úgyhogy elkezdjük csinálni a szavazást, és lehet ügyesen szavazni. Mit játszunk? Project Zomboid. Flat írtam be. Kerbal Space Program 2. A Project Zomboidot modolhatnánk is. Ez mennyire flash lenne. Van egy Driftwood Demo nevű játék. Az egy longboardos játék. Egy mackóval kell longboardozni. Imádom. Oké, mit beszéltünk még? Settlers, mi ennek a címe? New Allies. Settlers, van benne egy The. The Settlers. I have you covered. New Allies. Oké, és akkor nyilvánvalóan most abszolút proccol a tök jó dolog. I have you covered. A medvés jól hangzik, várjál, megmutatom. Look at that medve! Just look at him! Oké, de őszinte leszek, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez végig vissza hátán egy egész streamen. Ja, nagyon chill, így is lehet mondani. Mások ezt kábítószer használatnak szokták hívni, de mindegy. Jó, tudjátok mit? Ez már négy opció. Négy opció az rengeteg. Négy opció az rengeteg. Választhatok a négy opcióból. Ott van a szavazás, srácok. 2 percetek van szavazni. Miért a Driftwood elnyerésre? Fú, a Kerbal Space Program nem áll jól. Jézus ereje, mi van a Kerbal Space programmal, srácok? Menjetek szépen szavazni! Az egy lajhár, by the way. It's
just a talajhár. Oh, that's a lajhár. Jó, Kimnek igaza van, ez egy lajhár. Egyébként mindig jó egy biológiához sokkal... Yeah, ez egy lajhár, elég... Ó, a kontraben nem került be. Ó, várjatok. Vissza az egész. Mindjárt rájövök, hogyan tudom leállítani a szavazást. Report. Hogy a retekbe lehet leállítani a polt? Poll. Kb. 5-10 perc. Jó, hát akkor mindegy. Stop the count! Stop, oké, okay. Szavazzátok le a dolgot, megvárjuk, hogy vége legyen, és aztán csinálunk egy új szavazást. Driftwood nélkül, Contraband Police-szal. Most már mindenki tekintse ezt a szavazást érvénytelennek. Bocsi, hogy elrontottam. Semmi baj, Kim. Semmi baj. De az az 5-10 perc miért lett volna? Polparancsa nem lehet leállítani? Valahogy le lehet állítani egyébként. Tomi le szokta tudni. Én ha beütöm a polt, akkor azt írja, hogy already aktív. Mi történt az oni streamekkel? Nagyon nem működtek, vagy csak meguntad? Nem működnek azok annyira jól, amennyi erőforrást igényelnek. Szóval azon, hogy Oxygen Not Included-et, azt így hetente kell streamelni. Ami tök oké, hogy tök jól megy, ameddig nagyon jól szórakozom rajta. De hogy az van, hogy... hogy amúgy nem nézik őket. Elsősorban YouTube-on. Tehát itt Twitch-en itt még csak-csak elmegy. De hogy ez egy ilyen fura community amúgy. És az van, hogy ezt már többször megállapítottam, hogy így nem... Ez egy okos játék. Tudjátok jó, hogy az emberek nem szeretik az okos játékokat. Project Zomboid, Contraband, Police, The Settlers, New Allies, vagy valami ilyesmi a címe. Oké, ez egyel kevesebb. Mi az, amit kihagytam? Kerbal Space programot hagytam ki, tényleg. Tényleg, most hogy mondod. Kerbal Space program. Oké. Okay. Project Zomboid, Contraband Police, The Settlers New Allies, Kerbal Space program. Arra kell idején, hogy megint lebutázod a nézőidet? Nem, hát pont ezt mondom, hogy... Oké, technikailag lebutáztam a nézőimet. És medvelajhár, nem? A medvelajhárt kivesszük. Ha csak 10 percnyi content van benne, akkor azt majd én legurulom magamban. Ez tényleg egy lajhár. Pedig lehetne medve. Lehetne medve. De nem medve, hanem lajhár. Megy a szavazás, srácok, és ez most jó. Tehát, hogy ez így most, ez annyiban különbözik az előzőtől, hogy ez most egy jó szavazás. Úgyhogy menjetek szavazni jól. Sok opció van, 4, ami nem annyira sok. Menjetek szavazni. Jó? Menjetek szavazni, oké? Okay? Itt az ideje, hogy kezetekbe vegyétek végre a saját sorsotokat, és ne csak panaszkodjunk azon, hogy mi történik. Fáradjatok el és szavazzatok. Nagyon, nagyon örülök neki egyébként, hogy a Project Zomboid ilyen jól szerint. Oké, valaki meg tudja magyarázni nekem, hogy a Settlers miért nyerte meg az előzőt, és miért van jelenleg a harmadik helyen? Tehát, hogy ez így hogy történik? Kinek mit intézett a streamere? Jaj, ettől pszichiáter PTSD-m van, mert lajhár. Magic! Pont mint IRL, nincs mire szavaznom. Mi az, hogy nincs mire szavaznod? Eltartott kisújú elitista mindenedet. Hát ott van egy csomó dolog, nézd. 1, 2, 3, 4. 4 dolog. 4 dolog, amire lehet így...
Amúgy én nem szavaztam még. Ó, de szavaztam. Ó, nem szavaztam. Most már szavaztam. Mert aki kontrabendet akart nézni, az inkább Settlers-t választott. A Settlers az ilyen kontrabend konkurens. Jó van, Contraband Police! Éreztem én, srácok. Na, egyébként írtátok többen, hogy nem látjátok a Minecraftot. Minecraftot nem nagyon szabad berakni amúgy szavazásra, mert érted? Akkor játszatok Minecraftot szavazás nélkül is, mert hogy a Minecraft fog nyerni. Tehát, hogy így, that's that. Ron, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 24 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy készen állok erre a videójátékra. Nekem ez volt a döntési mechanikám. Na, itt van a Contraband Police. Szóval, a játék alaptörténete szerint kapaszkodni tessenek. A játék alaptörténete szerint halvány elképzelésem sincs, ugyanis most kaptam meg a kulcsot egyébként 20 perce. Azt hiszem rendőrök vagyunk. És azt hiszem, különböző csempész áruk jobbra-balra bejutását szeretnénk megakadályozni. Ez az arc, ez így meggyőző. Én megállnék. Én megállnék, és átadnám a pénzemet. Az összeset. Engem borzasztóan irritál, hogy egy betűt tesznek be egy névbe, hogy látszódjon, hogy ez orosz. Tibro, gondolkoztál már azon, hogy lehet, hogy csillesebben kéne élned az életedet? Mármint, hogy érted, vannak dolgok, amikkel nem feltétlenül érdemes aggódni. Kategória. Ott tényleg át kell állítani a stream kategóriát. Pum 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 pum. Mert ez bizony, ez mostantól egy kontraband szimulátor. Nem találja a Twitch. Próbáljuk meg újra. Kontraband. Police, mert nem szimulátor, azért nem találta. Azért nem. Szóval navos szimulátor? Nem, a határizét, ezt nem a navosok végzik. Boom! Contraband Police is a work of fiction. The game is inspired by reality. I have you covered. Gyakorlatilag Sheriff of Nottingham? Karikatka Border Crossing. Jézusom, már majdnem elalszunk munkába menet. Vagy lehet, hogy most ébredünk fel. Wake up, comrade! We will be there soon! Ott egy szarvas. Fogadtak az arcok abban, hogy nem fog megélni egy hónapot. Mi az Isten? Miért ne élnék meg egy hónapot? Haver, ez egy ilyen veszélyes hely. Ez az új Twitch-es felület nem minden streamernél van? Milyen új Twitch-es? Már megint csinál valamit a Twitch? Na, ez egy határátkelőnek tűnik, csak adják ki, és aztán már is minden rendben lesz. Nem figyeltem arra, hogy mit mondtál, úgyhogy remélem nem volt a tutorial része. Hello! Miért rabszállítóval érkezünk egyáltalán? Oké, mindegy. Wow, ráadásul mennyi hely van ebben a rabszállítóban? Előre ül három ember, mondjuk egyébként ez egy teherautó, szóval alapvetően nem tudom, mire vagyok így annyira meglepődve. Mert nem feltétlenül rab, hát azért de azért ez egy... Wow, mennyi fuck van külön. És mindegyik külön van. Ide tesszük a nagyon súlyos bűntényeket elkövető bűnözőket. Ó, határátkelő gettóbb, mint a szerbia-magyar kishatár. Jó, itt fogunk dolgozni, srácok. Ők a kollégák. Te vagy Repnin. Ő lesz a helyi Harry Potter. Már repül is egyébként. Na téged hogy hívnak, haver? Azt mondd meg. Ne, Benezár... Hát lekeverek egy akkorát, haver! Hát a nevedet akarom el...
Oké, szerintem ezt megnyertem. Az a helyzet, hogy ő így lelkesebbnek tűnt, mint én. Jó, nagyon rossz hírem. Ott nincs rossz hírem, ez kinyit. És ezt miért kell a hangos bemondóval? Jó, oké. Ő fog minket megtanítani. Ez az iroda? Hát végül is irodának tűnik, mert mint ráfér egy takarítás. De végül is van ventilátor. Ez most rában nem engedik nagyon sok helyen. Tudjátok, mennyi áramot teszik az? Mondjuk igazából fűtés nincs, szóval nem is akarják sok helyen üzemeltetni. Why true do open door? Kéne valami programozós játékot játszani. Tök régen nem játszottunk programozós játékot. Na, add ide a duty foldert! Oké. Necessary information about the inspection, admission rules, as well as visitor countries and the vehicle types. Itt mindenféle hasznos információk vannak, srácok. Tehát, hogy például nevek, meg lejárati dátum, meg a száma, meg a fotó. Össze kell hasonlítanunk majd a fotót. Oké, és mi van ezekkel az országokkal? Ők így jöhetnek, vagy nem jöhetnek? Ajjaj, srácok, hát itt okosnak kéne lennünk. Van egy rossz hírem. Constructed in response to increased demand in and rising working class wealth, the first vehicle to be entirely created by engineers. Ez egy kis polcki. Tehát ez egy kis polcki, oké? Okay? Tehát hogy így egyezzünk meg abban, hogy ez egy Type A, two-door standard, Type B, two-door sport. Oké, okay, szóval, azt írnak olyat, hogy hol szoktak benne csempészni? Ó, egy Lada. Van Skoda? Hol szoktak benne csempészni? Tudjátok mit? Ez egy tutoriál, haladjunk tovább. Oké, az országokat csak meg kéne nézni, hogy mi van az országokkal. Tudunk róluk mindenfélét. Írja a súlyát, lehet le kéne mérni? Vajon is benne van a Presidential Republic, benne van a sofőr súlya? Miért érdekelne az alapterülete? Official stamps. Lehet, hogy nem lesz jó a bélyeg. Jézus Isten, mi van, ha mindenkitől csak kérünk pénzt, és nem magyarázzuk meg, hogy miért? Miért van háromféle bélyege az összes idiótának? Mert mint hogy értitek, tehát hogy meg kell nekünk feltétlenül mondanunk, hogy miért kérünk pénzt. Csak kérünk pénzt, és aztán... Szóval ez egy Papers, Please? Hát még nem tudom. De hasonlít a Papers, Please-re egyébként. Csak csúnyább. Az ott mi az alján? Nem a zászló, az viszonylag biztos. Tehát mi vagy az alján? Jó, mindegy, menjünk, aztán majd lesz valami. Oké, meghúzom a kart. Jöhet az első arc. Ez egy... Várjatok egy pillanatot. Ez egy... Ez egy Zaved. Ez egy kombi változatú Zaved. Na várjál egy kicsit, haver, mert... ott ez egy Type B. Ez egy Type B. Jó, mutassad már meg a papírjaidat, kérlek. Aha, én is ezt magyaráznám, hogyha nem lenne másmit. Oké. Oké, akkor először is azzal kezdünk, amivel kezdeni tudunk. Összehasonlítjuk az országot a Karisztán, a pecséttel.
Nekem az az érzésem, srácok. Ó, oh, várjatok. Document comparer to check the correctness of the driver's data on both documentum. Oké, okay, szóval akkor meg kell nézni a nevét, ami ugyanaz. Ez egy jó jel. De egyébként nekem nem tetszik, ott a csillagon belül van egy kör, de ott csak abban van kör, de abban nincs. Én szerintem ezzel baj van ezzel a stamp-el, srácok. Jó, szerintem jó a neve. Compare fields in document reduces your perception level. When you get tired, comparison becomes slower. And when the level drops to zero, only visual checking remains. Jó, hát haver, ezt meg tudom neked mondani. Go to rest, to restore. Jó, majd pihenünk akkor. Oké, okay, ez meccsel. Ez biztos, hogy meccsel. Oké, okay, akkor ez a szám. Ez is meccsel. Nagyon jó. A valid dátum, tingi-tingi, az 1981, április 18. Oké, okay, hogyan tudom markolni vajon a riportot? Ez a dátum, ez nem jó. Ez a dátum, ez viszonylag nem jó. Ez jó. Passport number, az is jó. Úristen, itt figyelni kell részletekre, abba várjatok. Compare with the entry citizen, cargo list and the vehicle card. Oké, okay, de nem x-elni szeretném. Viszont az expiration date, annak meg kéne egyeznie, mert az bizony nem egyezik. Can't match. Ez vajon azért can't match, mert hogy ez annak a számnak a cucca. Oké, okay, ennek nem kell ugyanannak lennie. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké. Fotó. Hát a fotó az hasonlít. Várjatok. Bocs. Jó, nekem te úgy nézel ki, mintha így néznél ki. Nekem nem tetszik az a logó. Jó, hogyan tudom beengedni? Mennyi? Shut the... Hallett, haver, hát... Ajtót kinyit, kiszáll azonnal! Nagyon jó, kaptunk érte pénzt, méghozzá dollárban. Éreztem én, hogy az a pecsét dolog az nem az igazi. Oké, okay, szóval, next. Gyere haver, de aztán valami nagyon látványos dolgot ne csináljál. Stefan, de te mire gondoltál, hogy mi nem jó? Papírodat adjad ide iziben? Még nem vagyok elég magas beosztású ahhoz, hogy... Oké, okay, először is megnézzük az arc. Ajjaj, ennek nincsen szakálla. Hogy néz neki ez az arc szakáll nélkül? Szerintem ez így néz ki. Jó, tételezzük fel, hogy ez így néz ki. Oké, a neve egyezik. A passport number az egyezik. Valami nem... Várjátok, ez a pecsét, ez az a pecsét, az a pecsét, az a pecsét. Én csak random kamusztam, mint mindig. Ja, nyilván. Jó, Hm.
Nem, az a pecsét, az az a pecsét, az addig oké. Okay. Másik állam. Az tiszta sor, de hogy ez baj vajon? Kingdom of Erkei, azt mondja, hogy onnan... Ezeknek nem kell, ugye? Ezeknek nem kell... Tehát, hogy ez a mi országunk. Tehát, hogy ez a mi országunk, ugye? Erjétek. Ez itt azt hiszem, ez a mi országunk. És ezért van dollárban a pénz. Jó, én nem látok semmi problémát egyébként. Áno, men. Áno. Szerintetek ránk dob ilyen hamar? Na, menjél te is, húzzál innen aztán. Rendszer meg ilyenek nincsenek. Vannak autópapírok? De szerintem ezek stimmelnek egyébként. Persze, menjél, who cares? Na, húzzál innen. Aztán majd a hangosban mondom meg... Ha, elvesztettük a pénzünket. Jó, mi nem volt jó? This panel you can check what errors in the documents the last driver had. If he was a smuggler, you will check where exactly he was hiding. Okay, nagyon jó. A valid to és a date of expirationnek nem kell egyeznie? Áno. De hogy itt mindegyik jó, nem? Valaki meg tudja mondani, hogy... hogy őt miért kellett volna visszafordítanom? Lehet... A pipa az, hogy te mit mondtál? Ó, ja, és hogy a pirosnak... Én azt mondtam, hogy pipa, és piros a fotó nem... Ja, hogy a szakállat nem... Ó, hogy a szakállat nem bocsátjuk meg az expiration date-tel. Az előbb mutatta meg, hogy mit jelentenek. Na, ez egy jó hír. Jó, next! Rá fogunk érezni. Gyere szépen. Gyere szépen. Úgy, nagyon jó. Yes, yes, yes. Na, add ide a papírt iziben, különben összecsuklak. Aha. Aha. Oké, ez biztos, hogy egyezik. Ez egyezik. Yes, yes, yes. A paszportjának a száma, az is egyezik. A valid to... Date of expiration... Az... Szóval az entry permitje, az tovább tart, mint az útlevelének... What? Jön a február, március, április. Igen. Szóval... Az útlevele hamarabb lejár, mint hogy az entry permitjével lenne valami. Az szerintetek azt jelenti, hogy azzal van, az akkor van valami? Vagy gyakorlatilag nem sikerült még mindig ráéreznem a dolgra. Mi a mostani dátum? Nem azt kell nézni, hogy mi a mostani dátum vajon? Ott van, csak a... Várjatok erre, van egy gombom, ezt figyeljétek. Tadám!
Oké, okay, tehát akkor most van április 16, április 23. Én így már nem engedném be egyébként. De hogy technikailag még nem járt le a dolog. Azt szerintem a valóságban nem lehet beutazni, hogyha már ennyire közel van egyébként a lejárata. 1981. április 16, hát az ugye 4, az 7 nap. Oké, tételezzük fel, hogy bemehet. És aztán megpróbálunk rájönni, hogy miért nem mehetett be. Yeah. Húzzál innen. Tidi. Elhagy az országot két nap múlva. Én szerintem nem. Szerintem ez nem így működik. Szerintem nem lehet bizonyos lejártával csak úgy bemenni. De lehet, hogy közben igazad van. Oké, okay, next! Szerintem fantasztikusan megy, srácok. Gyerünk! Húzzon bele! Hú, ez valami modifikáció? Elég gettó. Na, szerinted mit akarhatok? Jézusom, tartsad már magadtól következőre. Oké, okay, először is ránézzünk szemből. Az ott bizony illeszkedik. Ez június. Jennifer, április, május, június. Oké, okay, ez még nem járt le. Azad, Badhan, Badran. Oh no. Itt valaki nem tudja leírni a nevét valahol. És ez sem stimmel. Ajajajajajaj. Hát ez nem úgy működik. Először is nem tudod leírni a neved. Másodszor. Nem jó a dát, nem jó a cuccot sem. Ah, ez bizony probléma. Alapból az autókat nem kellett vizsgálni? Én bízom abban, hogy még nem. Na haver, én arra gondoltam, hogy get the hell out a hír. Viszlát. Tolatnék visszafele, mint a húzat. Sőt, tudod mit, igazából ne tolass, hanem valahogy így fordulj meg. Ja, nem véletlenül van itt ez az út. Na húzzál innen elfele, ezt meg se lássanak még egyszer! Így bele is rúgnék az autóba. Menjél már, hadd menjen a jó ember! Jézus erre, egész nap ott álltál. Ezért miért kapok kevesebb pénzt? Hát de miért kapok ezzel kevesebb pénzt? Ó, mehetek aludni. Nagyon jó. Mehetsz az apartmanodba, srácok, ez itt az apartmanunk. Ez aztán egy apartman. Na, be is csukom az ajtót, nehogy bemásszon valami medve éjszaka. És akkor én ott alhatok. Ez egy jó hely. Ez egy jó hely. Papers, Please-el amúgy játszottál? Amúgy nem sokat. Lehet, hogy kéne játszani a Papers, Please-el. Kéne játszani a Papers, Please-el? Property Maintenance. Mi az, hogy Property Maintenance? Mi az, hogy $45? Mi az, hogy Personal Salaries? Mert nekem kell fizetnem a többi semmire kellőnek a... Szavazzuk meg, játszhatunk valamikor Papers, Please-re, mert nem ma fogunk váltani Papers, Please-re, de hogy valamikor játszhatunk a Papers, Please-re. Nagyon jó. Akkor tanítsál meg dolgokat csinálni. Ú, abba a toronyba fel kéne ültetni egy snipert. Csak értitek így. Ó, hogy nem találtam meg minden hibát. Le kell nézni, srácok, az információs táblára, mert az egy ilyen frissülő dolog. Vem adre posokati všem, ktoré pasujte opisaniu.
Nem vinica, nuracho kontrabandu a sajadic ač akaristanska. Otlikso ač nita. Azvi arabač nita a sajaditela ač kontrolo. Oké, okay, szóval, egy registration number, OJQ, illetve egy driver age 49. Jó. Jó. Nem tudsz korrupt lenni? Remélem majd arról is lesz tutoriál. Tempó, tempó! Oh, 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 oh. What do we have here? Aha, listoáč našeho estio podrimníka. A questiona jego vychodí az mašinu. Eto posukatý kontrabandu. Please, step out of the vehicle. Step out of the vehicle! Oké, okay, szóval keresünk valamit. Keresünk valamit? Ó, hogy ez a kígyó logó jelzi a kontrabendet. Ó, oh, wow! Hát ezt nem gondoltátok túl. Mármint, hogy értitek, még csak szét se kell szednem az autóját. Valaki lelőni addig ezt a kedves úri embert? Mert hoznom kell a kést, hogy felvágjam a székét. Hm. Micsoda lehetőségek vannak ebben a videójátékban? Bevallom őszintén, azt hittem, hogy nem fog sebezni a kés. Not gonna lie, azt hittem, hogy nem fog sebezni a kés. Így ez volt a feltételezésem. De hát értitek, alapvetően mindenki szokott tévedni. Misklik? Hát ez ilyen misklik féle volt. Iron Duck, nagyon-nagyon szépen köszönöm. A 8 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. A címben lévő elgépelésre azért néz rá. Jó az. Jenőcraft, nagyon szépen köszönöm a 29-et. Enduri, nem tudom, hogy megköszöntem a 17-et, de nagyon szépen köszönöm a 17-et. Mi van? Ja, tábla. Ha, 49 éves? Wow. Fel tudom venni vajon hamarabb a kést? Nem létezik. Ha éle nincs is szúrni, még lehet vele. Lehet jönni! Jó, nem lehet jönni. Már 4-5 ember kiváltotta egyébként. Meg se álljál itt egészen idáig, és aztán azt fogom mondani, hogy hold up, wait a minute. Hát itt valakinek a rendszáma gyanús. Oh, wait. Neked vajon gyanús a rendszámod? Igen, gyanús a rendszámod. Na, arra gondoltam, hogy az autóból kiszálljál, aztán csendben maradjál, mert megböklek. Nem azt mondom, hogy ez történt az elődöddel, unokaöcséddel, Gagarinnal, de hogy lehet, hogy ez történt. Na, itt maradjál. Kicsit kinyitom, hogy kényelmetlenebbül érezd magad. Jó, remélem most már érted, hogy mi történik. Remélem érzed a tetteid súlyát. Majd ha a szemedbe világítok az UV-fényjel, akkor biztosan. Aha! Megtaláltam a kígyó emblémát az üléseden. Na, hozom a kést, aztán meglátjuk, hogy mit vágok fel. Szia, Gyöngyi! Tudod, hogy hol a helyed. Na, hum volt az? Hiá! Kontrabandu nie tak zawry paznaczno. Inogda estio skryczna ać partio. Ilio trudy i nemestie. Ilio posukati edu maskota. Nie tak mi godnika ta jest, a dawy madre obarstnej zdrad. Aha! Még több kokain. Most már leszúrhatom?
madre e tu potrički a spasta kontroli. Ali v madre arestnonč e to bidlok. Na, úgy. Szépen le vagy tartóztatva, azt már laklak is bele a kis buszba. És egyébként, amit megtaláltunk, azt meg eltesszük. Kránszer, eating transport to the labor... Oh, munkatáborba mennek. Ah, that's the spirit. De that's the spirit, nehogy már értitek, csak lógatják a lábukat. Ne, ássanak árkot, vagy valami, csináljanak valamit. Ó, hogy itt én menedzserem ezt az egész kódszerájt. Azt ezek lehet, hogy megszöknek. De vehetek fel biztonsági őrt. Na, azt hol van a... Ó, hogy ott van a raktár ugyanabban a helyiségben. Hát ez király szökés, közben simán ki tudják lopni. Oké, arra... Ennyi? Na, és akkor itt most szépen elrejtjük a dolgokat. Tools, weapons, recovered contraband and goods for trade. Upgrade your warehouse to be able to store more items. Több dolgot el lehet majd itt tenni egyébként. Items left loose will be lost. Ú, ez elég rossz hangzik. You can carry selected items from your inventory or directly from the police car. Move items quickly between the windows. Jó, control klikkel. Tehát ezt most itt így le tudom pakolni, és akkor itt így... Most a storage-ban le van rakva egy halom kokain. Oké, és akkor megkérjük a szegény bokorugrót, hogy csinálja már valamit az autóval. Jézusom, azt mondja, mit csinál ilyenkor? Hát az, hogy nem látjuk, hogy mit csinál, az talán még rosszabb is, mint ha tudnánk, hogy mit csinál. Oké. Elvisszük az összes cuccot, srácok. Mi? Elvisszünk mindent. Jó, azt tudjuk, hogy a következő csempész az 49 éves lesz. Értitek? Tehát, hogy azt tudjuk, hogy 49 éves, a másikat már el is kaptuk. Ha 49 éves embert látunk, megszórjuk a vasvillával. Te nem tűz 49 évesnek, de francia ellenállónak, igen. Francia ellenálló hipsternek. Is this really necessary? Yes. És hogyha a fülem mellett eltartod a dokumentumokat... Oké. Oké, nekem kell kiszámolnom. 56, 81, 30 se, az helyett 20, 26, 25, 25 éves. Jó, oké, akkor ez jó. A neve jó. Hát ez nem nagyon jó. Ez a passport number dolog, ez nem nagyon jó. Yes, ez nem nagyon jó, haver. Tehát ez pont úgy néz ki, mint bögre. Hát ezért így nem annyira. Oké, szóval ez nem jó. Ráadásul ez sem jó. Haver, mivel próbálkozol te itt egyáltalán? A neved sem jó. Jézus ereje, a fotó egyáltalán jó. Yes, a fotó az jó. Jó, arra gondoltam, hogy ha elhúzol a vérbe iziben, akkor... akkor nem törjük el a kezedet, lábadat. Na, erre várjál gombot. Menjél innen elfelé! Menjél innen elfelé nagyon gyorsan és örülj, ameddig nem vettem elő a vasvellát! Na, úgy. Next! Jézusom, már megint ez az arc. Tudjátok mit? Én így fogadom ezeket az embereket. Tudják, hogy mivel van dolguk, oké? Tehát itt nem szarra gurítunk, gyere!
Gyere már gyorsabban, hát örök ki akarsz élni? Jó, ez még jóra való embernek tűnik. Most csak azért, mert nincs szakálla. Na mikor születtél? Aztat mondjad inkább, ne nekem kelljen kiszámolnom, mert még a végén elrontom véletlen? Oké. Na, végre valaki, aki le tudja írni a nevét rendesen. 55. No, várjátok, mi lenne, ha kiszámolnánk? Mikortól van 49? 41... Nél van 40, ami azt jelenti, hogy 32. Ugye? 32. Igen, 32. Oké, ez se járt le, az se járt le. Nekem az az érzésem, hogy te mehetsz. Hamis papírokért nem lehet őket lecsukni. Tudod mit? Menjél, haver. De csak, nem néztem meg a képet. Ronda vagy azon is, ronda vagy az életben is. Menjél csak. Go. Gyerünk. Biztos vagyok benne, hogy valami rosszban sántikálsz, de ez már nem derül ki. Oké, next! Hozzad azt a verdát, de mintha élnél, különben kénytelen leszek meglengetni a baltámat. Viszont van egy rossz hírem. Statisztikailag azt kell, hogy mondjam, hogy te csempész vagy. Az izgalmas zene is erre utal. Oh, wait a minute. Hold up, wait a minute, put a lit... gyere ki fel az autóból. Odaálljál szépen félre. Oké. Aha. Oké, ezt most megúsztad. Milyen izgalmas zene, nem halljátok az izgalmas zenét? That's a real shame. Mit kell azzal vajon csinálni? Ejj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 
érted, egy fiatal ember. Hát igazából nem vagy fiatal. Oh, is that a... Oh! Eltetted? Hát én visszaadnám, ha én lennék a te, de végül is mindegy, első nap még lehetünk full legá... Oh boy! Megáll az ész, hát nektek semmi sem elég. Erkölcsi dilemma. Ja. No, 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 no. No. Jó, szerintem ebben az autóban már nincsen semmi. Hogy érzed, haver? Van még valahol valami? Na, én arra gondoltam, hogy börtönbe menjél el. Ülés alatt is volt. Még visszatérhetünk az autóhoz. Ott maradjatok, örüljetek, hogy... Ülés alatt. Na, melyik ülés alatt? Valóban. Görög volt a falóban. Illetve hát ez esetben pénz. Jó. Na gyere, hogy hívjunk téged? Maximov. Na, úgy valószínűleg nem fogunk. Én azért még szétverném az autót, a mihez tartás... Ó, az azt jelenti, hogy valamit nem találtunk meg. Oh, még volt egy! Még volt egy, amit nem... Jenő? Minimov? Béla? Szergej? Legyen Szergej. A Szergejnek... Ácsi? Azt az ajtót én bezártam. Melyik őtök volt? Oké, kérdés. Ezzel végeztünk mára? That's all for today. Rest up. Tomorrow the commissioner will give you another assignment. Nem lehetne az arcokat elküldeni a retekbe?
Mert mint hogy volt rabszállító, hogyan... Hogyan hívok rabszállítót vajon? Ez egy ingyenes játék? Te vagy már az ingyenes játék? Hát nem elég, hogy nyertél egy Hogwarts Legacy-t? Jó, mindegy. Megyünk aludni. Ez egy fárasztó nap volt, srácok. Nagyon sok... Nagyon-nagyon sok mindent kellett csinálnunk. Szia, Vezmord! Szerintem már alszik a rabszállító. Csicska rabszállító. Addig alszik, ameddig nem őt visszük el. Na, az van, hogy lényegesen több pénzünk van, mint tegnap ilyenkor volt, szóval it's fine. Jó reggelt, Szergej! Én nem akarom a kontrabandot elvinni a police stationre. Jó, mindegy, megyek persze, hogy ne mennék. Let's deal with our naughty boys. Custody room. Jó, átrakok mindenkit a rendőrautóba. Jó reggel, tündérkéim, jó reggelt. Arra gondoltam, hogy poliszkárba menjél te is menjél a poliszkárba, kis füsttel. Kis füsttel, értitek? Tehát így puk, és így Monk full, köszépen a 20 hónapot, nagyon király vagy. Jó, jöhet minden. Jó, szerintem nálam van már minden, szóval egy pillanatra lecsillelhetsz. Police garage. This is where your police cars are stored. Talk to mechanic to prepare the desired vehicle or repair damaged vehicle. Na mi van, haver? Vigyázz bánik, ha én lennék a te. Ti itt ültök. És ide meg berakom mellétek a kontrabandot. Hogy? Hú, ezt meg van pakolva. És még én vezetek is. Na, srácok, van egy jó hírem. Én nem akarok élve megérkezni. Oké, a Labor Campbe megyünk. Onnan indulunk. Elmegyünk jobbra, minden rendben. Szia, Tomi! Oké, hát hogy ne. Start your engines! Oké, ott azon az úton elmegyünk jobbra. Hogy lehet szirénázni? Ač astanova burma proklačku te trijevo, ač me njeta pšajadi cijelo. Pohvičta topornik zluga žditstva, ač zbivač ostali obstori. Okej, szóval... Itt az ideje, hogy úgy csináljunk, mintha rendőrök lennénk. Na, látok, itt volt valahol egy balta. Nekem is van baltám. Mi más olyan... Oh-oh. Ez nem volt életem ötlete, ugye? Nem ám. Hoppá, beleglitcheltem az ifába!
Okay. Akkor megtisztítom minden ezt, és aztán majd minden jó lesz. Na, most már húzzál el innen elfele? Úgy. Aztán utol ne érjelek. Apropó, jó irányba megyek vajon? Jó irányba! Nagyon jó. Pont vége. Pedig ez volt a kedvencem. Nem, nem esik ki a kokó. Kértem a kulcsot, kértem a kulcsot. Dače rozkaz, prevozku všem zakutníkov, nažný pošli ku mašinu. Az a lényeg, hogy szóljon a zene, srácokhoz. Na az van, hogy hoztam neked arcokat. Kaptam értük pénzt. Ez gyakorlatilag emberkereskedelem. Csak a jobb fajta. De miért most megyünk, miért nem először leadjuk a cuccokat? Hol van a rendőr központ? Odáig föl, jó, megyek, veszek cuccokat. Megyek, jó, elmegyünk jobbra. Utána majd a T-állágazásnál balra. Nem véletlenül mondták el, hogy lehet javítani az autót. Lehet, hogy már most rossz irányba? Nem, most még jó irányba megyünk. Fura ez a játék egyébként, azért azt beláthassuk. Mármint értitek, így magunk között szólva, hogy azért beláthassuk, hogy fura ez a játék. 50 a maximum, amivel lehet menni. Pff, nektek, plebek. Én itt a hatalom képviselője vagyok, kérem szépen. Annyival megyek, amennyivel nem szégyellek. Ez lehet, hogy nem az az út volt, ahol be akartuk venni a kanyart. De közben igazából a felkiáltójel felé megyünk, szóval nagy baj nem lehet. Az ott egy ajtó. Miért akarnék ide beállni? Redwire akarnék ide beállni? Állok is ki innen, hát ez a csávó még a végén elad a retekbe. Engem is, meg a kocsimat is. Na. FBI, open up! Ó, oh, wow!
Ó, abszolút szeretnék olyanokat vásárolni, de csak ilyeneket lehet. Na mennyiért adod azt? Oké, valaki tudja, hogy mit kell vennem? Mit kell vennem? Miért akarnék gaspipe-ot venni? Ó, van ötletem, miért akarnék gaspipe-ot venni. Jó, értitek, az orosz FBI. Elmondta a küldetés, hogy mit kell vennünk? Vagy csak azt, hogy vegyünk valamit, az jó lesz? Oké, van itt mindenféle dolog, mint a búcsúban. Jó, haver, az van, hogy adjál valamit, mert nem mehetek haza üres kézzel. Van pénzem ilyenre? 1300 gránát, és csak 150 dollár. Vehetnénk egy gránátot. Én úgy érzem, hogy kéne a határát kerülünk neki egy gránát. Alapvetően viszonylag biztos vagyok benne, hogy egy gránát az jót tenne. Mit kezd? Ó, ennyi? Csak vennem kellett valamit? Tök mindegy, hogy mit csinált? Lehet, hogy ezt megbánom, de szerintem nem. Szerintem nem fogom megbánni soha. Na, dudálsz még, haver? Ó, te már megint ugyanaz vagy. Nagyjából össze tudnád foglalni, mi történt eddig? Igen. Egy határátkelőt üzemeltetünk. Egy határátkelőt üzemeltetünk. Csempészeket kapunk el. És ami most történik éppen, az az, hogy leadjuk a csempészárút. Papírokat ellenőrzünk, embereket fordítunk vissza, embereket engedünk be. Ilyen, tudod, ilyen élet és halál urai vagyunk mi itt a... Hát itt. Akárhol is vagyunk, itt vagyunk mi az élet és halálnak urai. És ami most történik éppen specifikusan, az, hogy éppen leadjuk azokat a csempészeket, akiket elkaptunk. Ők elmentek dolgozni, kaptunk értünk pénzt. Aztán leraktuk, most vásároltunk dolgokat, nem gránátot. Főleg, ha a feletteseim kérdezik. Szóval gránátot nem vásároltunk, vásároltunk mindenféle más dolgokat. Gránátot nem. És most pedig éppen az elkobzott dolgokat adjuk le. Ez itt a rendőrfőhadiszállás, ami azt jelenti igazából, hogy csak kiadjuk a kezünk közül, és valaki más csinálhat belőle pénzt, nem mi. De végül is mindegy. Ezen majd dolgozunk, hogy mit csinálhassunk ebből pénzt, és ne ők. Majd ha nem figyel a tutoriál, akkor majd elkezdünk, értitek, gondolkozni azon. Jazz Bence, köszi szépen az 5 hónapot, nagyon király vagy. De nem dolgozol a határátkelőnkön egy másik szemüvegben? Na várjál, minden kontrabendet átadtunk? Ja, az az érzés, hogy minden kontrabendet... A gránát, amit ugye nem vettünk meg. Ugyebár. Oké, mit akarsz? Ó, megyünk vissza. Jó, szóval a gránát, ez az autó állapota? Íj, ez az autó nincs nagyon jól. Semmi baj, majd megjavítatjuk. Megjavítatjuk, ne aggódjatok. Jó napot! Na, szóval ki kell találnunk valahogy módot arra, hogy ne adjuk ki a kezünkből, mert értitek? Tehát az, hogy ők el tudják lopni, az egy understatement. Tehát, hogy az van, hogyha valaki ellopja, és valaki pénzt csinál ebből a bizniszből. Tehát, hogyha
Ha valaki üzleti szemmel néz erre a határátkelőre, az én vagyok, nem más. Ez az én határátkelő, mit én fogok meggazdagodni. Mi csoda? Hát nem húzódtál le időben? Hogy őszinte legyek, egy kicsit zavar a gondolata, hogy kiadtam a kezemből. Biztos, hogy korruptak. Tehát értitek? Nem lehet az, hogy csak én vagyok korrupt ebben az egész. Biztos vagyok benne, hogy korruptak. Van egyébként ennek a játéknak némi... My Summer Car? Vagy mi volt annak a címe? Feelingje? Na, hazaértem. Itt már értem, mi történik. Itt értem a szabályokat. Ez a nekem való világ. Hopp. Hopp. Ah, Isten, ha lehetne ebbe a vacakba tolatni. Végül is sikerült. It's fine. Jó, ennyi volt a jó zene hallgatás. Na, arra gondoltam, haver, hogy megjavíthatnád azt. Aztat javítsad meg fele. Already repaired? Micsoda? Hát te vagy already repaired, hát a felénél tart a... Jó, mindegy. Az még egy utat jelent igazából. Na, és akkor most megyünk aludni. Bezárjuk az ajtót, nehogy addig történjen valami. Megyünk aludni. És hol... Oh, az ott egy egész izé befőttes üvegnyi uborka. Ó, oh, az a balta durability-e. Oké, ez lehetséges. Kicsit kalkulál, de semmi baj, belefért ez az egy gránát. Én mondtam, hogy senki nem fogja észrevenni, srácok, hogy... hogy veszünk egy gránátot. Nem tudom még mire fogjuk használni, de hogy... Another busy day! Azt gondolom, haver. Április 19-e... the Ministry of Transport is changing the regulation on the import of goods into Afghanistan. The requirement for drivers to have a cargo list is introduced. Any discrepancies in the documentation should result in refusal of entry. Okay? Az a lényeg, hogy nem lehet beengedni senkit. Ajajajajajaj! Valaki, aki jön a Kingdom of Erkiből, az csempészni fog. Nyilván azonnal jön egy teherautó, amint bevezetik azt, hogy te árulistát kell néznem. Nyilván azonnal csak teherautó jön. Na haver, van egy rossz hírem. Adták kargó listát? Adták kargó listát, nagyon jó. Kargó notebook. Megnézzük a kargó notebookot. Grátot mire használni? Ha segíteni a csempésznek osztódni. Yes. 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 Segítünk nekik osztódni. Na. Jó van, arra gondoltam, hogy megnézem a kargódat. Jézus Isten, mosogatógép, ki az Isten csempészik. Jó, cement. Cement sok. Cement 4. Nukleáris hulladék. 1. Oké, okay, akad még itt cement. A K47. Jól láttam, hogy a kés az egy Cold Steel AK-47 volt? Nem tudom. Tessék, ott a kés. Oké, okay, és akkor most összehasonlítjuk a dolgokat. Tehát... Hát, bevallotta a radioaktív materiált. Szóval igazából it's fine. Van egy WC, van egy WC.
Van cement. Van hűtő. Kettő darab hűtő van. Ez szerint 3 darab. Ami 1 darab. Jó. Szerintem jók vagyunk. Azt, hogy miért engedünk be radioaktív hulladékot, azt nem tudom feltétlenül, de... Ja, it's fine. Na, akkor ellenőrizzük. Ponomarjov, nagyon jó. 475D, az is nagyon-nagyon jó. Májusig jó, abszolút. Január, február, március, április, május, az egy hónappal később van, nagyon jó. És te pedig érkeztél... Tökre nem onnan. Tehát, hogy tökre nem innen érkeztél. Jó. Nekem az az érzésem, hogy... hogy te bizony mehetsz a retekbe. De mennyit adsz azért, hogy mehessél a retekbe? Oké, várjál, a fotódat még nem néztem meg. Ja, de megnéztem a fotódat. Hegyes a szakállad, minden rendben. Minden szupi szuper, a viszontlátásra. Oh, wait a minute, egy WC, kettő helyett? Ez baj. Egy WC, kettő helyett mi? Ó, és a nevese stimmelt. Nagyszerű reggel ez. Csak egyet számoltál, de kettő volt ott. Mindegy. Next! So far so good, srácok. Csődbe mehetünk 3. nap. Jézusom, egy hippi. Téged már ezért vissza kéne küldeni. Onnan jössz. Fogadjunk, hogy onnan jössz, ahonnan nem kéne jönnöd. Onnan jön bizony. Na, csicska, gyere kifelem. Igen. Szálljon ki. Hippi, mehet a... Ja, pont erre a szituációra vettünk gránátot. Jó, mindegy, szemmel láthatóan szeretné a videójáték, hogyha végig csekkolnánk a dolgaidat. Oké, valahogy vissza tudom pakolni a... Én nekem, szerintem itt szörcsölnünk kéne kontraband után egyébként. Appá! Hát hol a kígyó, ott a kígyó? Na mivel törjük be ezt a cuccot? Hop, 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 hop. Ez van ezekkel a hippikkel. Csak a baj van velük. Na én arra gondoltam, haver. Hogy mit szólsz ahhoz? Ha te először is kiszállsz. Az biztos, hogy téged megbilincselünk, összecsukunk, letartóztatunk, érted? Minden, ami történik. Nem szeretjük mi itt a magad fajtát, amúgy se. Szóval húzzál innen. Na jó, a csíkos ruhába maradjál. Sokkal jobban áll, mint ez a dolog, ami eddig volt. Oké, szóval ő először is ő volt a várt csempész, akit vártunk. A kérdés az, hogy vajon csempészette még dolgokat? Én nekem az lenne az érzésem, hogy természetesen. De a videójátéknak lehet, hogy nem az az érzése, hogy természetesen. Ettől függetlenül csak szétvernék mindent. Oké, hol van egy ilyennek a motorja? Oké, még benézhetünk ide a fülkébe. Ó, megvan a motorja.
Kesztyű tartó. Ja, hát nem kell minden. Ekkoriban nem voltam mindennek hatalmas motorja. Ja, de a vezetőülés alatti betonkocka van. Jó, szerintem ennyi ez a Verda. Én nekem legalábbis ez az érzésem. Szergej! Ha lennél szíves eltakarítani. Nagyon jó. Szerintem nem vettünk észre mindent. Jézusom. Volt még egy halom metábarral, amit nem vettünk észre. Nem leszünk itt sose gazdagok, illetve leszünk gazdagok. Nem leszünk itt sose legálisan gazdagok. Mindegy. Az a lényeg, hogy észrevettük, elvettük egy részét. Barkasznak nem kell nagy motor. Alkoholizmussal és agresszív károgással is elindul. Úgy, kontraband lerakva. Leraktuk a kontrabandit. Na, szóval az van, haver, hogy adnod kell egy listát arról, hogy... Na, téged bezzek, ki tudlak szállítani azonnal. Egyezzünk meg abba, hogy nem kell azonnal kiszállnod, jó? Egyezzünk meg abba, hogy nem kell azonnal kiszállnod. Abban az esetben, ha valóban WC-t szállítasz... Oké, nézzük, hogy ez egyezik-e. Egyezik. Ez a te szerencséd. Ezt vissza tudom rakni. Nem. De bele tudok nézni. Oh, wow, bele tudok nézni. Oké, ezt vissza tudom rakni, vagy ezt majd visszarakja valaki más? Miért szállít mindenki WC-t? Hát most találták fel. Na, jó hír az, hogy eddig minden... Adar Toniste. Adar Toniste. Jól van írva a neved, ugye? Jól van írva a neved. Nagyon jó. Hű, de sok betűből áll. Oké, de jó. Május. Január, március, április, május. Ezt csináltuk már. Oké, szerintem veled, haver, minden a legnagyobb rendben van. You must return the cargo to the vehicle. Azt hogyan returnelem a cargo to the vehicle? Return cargo. Ó, szólok Szergejnek. Ubul, kösz szépen az 55 hónapot. Nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Úgy, né. Szergej visszapakol. Szergej ezért van. Oké, én azon a véleményem vagyok, hogy te átmehetsz. Have a nice day. Menjél, meg se lássanak többet. Szerelhetnél hozzánk kis WC-t. Az országpecsétet nem kellene, szerintem még nem. Nekem az az érzésem, hogy finoman adagolja a játék, hogy miket kell ellenőrizni. És szerintem még nem kell ellenőrizni a pecsétet. Ez egy nagy teherautó, haver, ez egy nagy teherautó. It would be a shame. Mennyire agresszív egy izé ellenőr vagyok, hogy azzal kezdem gyakorlatilag, hogy... Hagyd dolgozzon, Szergej, nem véletlenül kapja ő a fizetést. Hát az van, haver, hogy sajnos van egy vasvillám, és eddig még nem szurkáltam meg semmit. Itt valaki beszél. Jelen az golyó. Oké. Na, akkor ellenőrizzük, hogy van-e okom arra, amit csináltam az imént. Nem leszünk így jóban. Sajnálom, haver, nem leszünk így jóban. Sajnos elszámoltátok kettővel a búza dolgokat. Ez sajnos ez nem így működik.
Sajnos ez nem így működik. Itt nem lehet mindenféle dolgokat csinálni csak úgy. Szergej, ne helyezd magad kényelembe, hát tempósan pakold el visszafele a dolgokat. Én pedig hazafordítom a jó embert, aztán következőre úgy gyere, hogy átszámolod azt, hogy mi van. Nem jelöltem be, hogy mi a baj. De ezt így nem lehet bejönni sajnos, tehát ez nem így működik. Ezt nem engedhetjük meg magunknak ezt. Spanyi Simi, nagyon szépen köszönöm a csírt. Ja, nem jelöltem be a problémát, de ott volt a probléma. Mi volt a nevével a baj? Fú, Viktor kezébe hatalmat adni? Hey! Teljesen igazam van, elszámolta, nem lehetett átengedni, nyilván átengedtem volna egy nyalókáért a gyerekeknek. Na hát, nem állunk jól. Kezd visszanyalni a gránát. Egy kicsit ennél jobban kell figyelnünk. Srácok, az van, hogy ez a ti hibátok. Egy kicsit jobban kéne figyelnetek. Szia, Kurashi! Radikamrad! Oké, szóval először is jön valaki, akinek szerepel az ILM a rendszámába. Ez pedig szerintem csak a kargóliszt. Végre végeztem a munkával, erre itt is audit. Hát? Mert viszik az audit. Na, mondjad, mi a rendszámod? Jelem. Ebben nincs jelem. Jó van, kargó listát, papírokat. Do you have anything to trade? Miért akarnék trédelni? Oké, páran vásárolni akarnak. Vagy hát cserekereskedelem. Viszont van egy gránátunk. Toilet paper. Kell nekünk vajon toilet paper? Ó, jól teszek, király! Jó, én szerintem nem kell ebből semmi. A papírjaidat adjad inkább. Jó, szállítasz is egy halom dolgot. Nincs is szakállad. Ebből nem lesz tovább menetel, haver. Ebből bizony nem lesz tovább menetel, tehát így ezt így nem lehet, hogy így mindenféle... Jézus ereje, aztán hogy lehet így pakolni? Oké, na nézzük! Tehát, kávé megvan, cheese, nincs meg. Ez olyan azért nincs meg, mert... Miért van kevesebb? Hát ez nincs meg, haver, nem tudom, hogy miért nincs meg. Fertilizer meg több van, Jézusom, mit csinálsz az életeddel? Jó, borból legalább oké, tehát akkor először is a kargóliszt teljesen hulladék, tehát köze nincsen semmihez. Nézzük a neveket. Tuli, az rendben van. Lehet, hogy fordítva kéne lenni a neveknek? Ez rendben van. Ez rendben van. Én szerintem minden másod rendben van, haver, csak a kép és a kargó az, ami nincsen.
Ez a nagy helyzet. Viszont ez bőven elegendő ahhoz, hogy... te itt bizony nem fogsz átmenni. És még vissza is kell adnom a kargódat, nem elég, hogy... Szergej! Pakoljad befele, de nagyon gyorsan. Úgy. Na az van, haver, hogy rossz híreket hoztam. Nem 81 volt? Hol volt 81? A születési dátum. Hát ez még le is járt. Jézus ereje, ez még le is járt. Haver! Örüljél, hogy a saját lábadon távozhatsz. Azt hitted fiatalabbnak tűnsz, mert levágtad a szakálladat, mi? Rávilágítok még. Nem lenne jó kommunista határőr, ilyenkor már hátra kéne vinni, megverni. Na nézzük, hogy a nevével minden rendben volt. Ja, a nevét találta el, meg a nap, meg a számot. Hát ez hihetetlen. Next! Jézusom, te is egy teherautóval jössz, haver, csak azért, mert az... Mi ez itt, piacgazdaság, hogy mindenkinek ilyenekre futja? Öj, nem vagy szimpatikus? Na jó van, uram, kérem szépen, hagyja el a járművet. Adja oda a papírokat, thank you. Hova? Hogy állítsam meg? Hát egy vasvillám van, haver, hát... Here we go! Na, minden rendben van, tudta, hogy mi jön. Ő is érezte egyébként, hogy itt, ó, erre van a gránát. Csak alá kellett volna vágnunk a gránátot, ugye? Oh no! Hát így el fogjuk veszíteni! Hogy állítom meg? Mert mint hogy... Milyen technológiai eszközön van arra, hogy megállítsam ezt a jó embert egyáltalán? Átment egy sorompó, letört egy egész sorompót egyébként. Mentségünkre szóljon. Na arra gondoltam, hogy kilöklek. Oké, ez a manőver jön, srácok. Én szerintem ez... Kifele szállnék, ha én lennék a te? Na, úgy, le is vagy tartóztatva. Oh, valaki visz egy tehén. Incoming call. De hát... Át kell néznem, hogy hol szállítja a csempészárút. Kusajá! Éppen dolgozom. Azt, hogy kivágom a kereket, az nem vagyok benne. Minden rendben lesz. Haza fogunk érni, srácok, így is. Csak előtte átnézzük ezt a verdát. Oké.
Oké, okay, benézni. Ott! Az nem az. Az csak egy első segélycsomag. Mondjuk ez az első autó, amiben van első segélycsomag, szóval hogy ezért beírhatnánk neki egy plusz pontot. Oké, okay, üdések mögött nem látok semmit. I have you covered. Horib, nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, nagyon király vagy. Jó, kénytelenek lennénk itt azt hiszem arrébb, arrébb parkolni. Hogy? Oh no. Hogyan kutatjuk át? Halló? Na, köszönöm. Elkapott a... Wow. Jó, hát szerintem ebből ennyit tudunk kiszedni. Én abból ott szeretnék, csak azt nem tudom, hogy ahhoz hogy férünk hozzá. Mert hogy ezt itt nem tudom ugye kipakolni. Cigiből lehet venni új sarampót. Nem is csak lehet, de kell is. Na pont csörög a telefon, meg egyébként új vasvellát, mert sajnos most nincs vasvellánk. Azt vágjátok. Ugye kitartóan csörög ez a telefon. Varíšu, my zatratili radio Sijaza, ať brigádu staršiny Gavrilova. Oni madre trpsája, ili ksávo fista terrori, ať laso pilnikovnája. Hát te mit csináljak? Hát hol érdekel ez engem? Jaj, de miért kell nekem ilyeneket csinálnom, srácok? Hát én itt így a határon... Jó, lövöldözhetek, akkor igazából... Ó, új vasvilla. Egy pillanat... Ez baj. A kérdés az, hogy vajon mekkora baj? Szóval az igazi kérdés az az, hogy mekkora baj? Hát valószínűleg elég nagy. Nekem az az érzésem, srácok, hogy... hogy ezt a foglyot elvesztettük. Szerintem ezt a foglyot elvesztettük. A jobb esetben felülírta a küldetés. Szóval jobb esetben... értitek, tehát hogy jobb esetben a küldetés felülírta és azért tűnt el. Rosszabb esetben megszökött és megy vissza a teherautójához. Egy délelőtt alatt határőrből makeshift Cobra 11. Mi az, hogy makeshift? Ez egy teljesen szabályos Cobra 11. Mi vagyunk az új Cobra? Opa! Öveszkedjél be, haver, mert most majdnem kifejelted a szélvédőt, és nagyon drága a szélvédő. Gondolom. Nem tudom. Még sose fizettem szélvédőért. Lehet, hogy nem szirénázva kellett volna megérkeznem. Ezek kezet ráztak, az baj. Oh, összehaverkodott a izé bűnözőkkel. Oh. Azt hittem máshogy fog alakulni.
Srácok, ez nem az, amit keresünk. Nem sikerült bekapcsolnom a motort. Ki haverkodott össze a bűnözőkkel? Hát jöttünk megnézni egy arcról, hogy jól van-e. És... és ő haverkodott. Ő haverkodott össze. Azt hiszem nem vagyunk jól. Mi nem haltunk meg, de a haverunk igen. Ezzel ért véget, srácok, a küld... Oké, szóval az van... Az történt... Hogy vége a tutoriának, és minket fejbe lőttek, és a haverunk nem, ő nem élte túl, de mi túléltük. Igen, ezek szerint lesz a sztori. Megáll az ész. Oké, smugglerök, keresünk egy sárga autót, egy lökhárító nélküli autót, és egy 44 éves embert. Oké, és mi lett a másik? Following the revelation of links between citizens of Kingdom and criminal groups, the government has imposed an embargo on all goods from the country. Those carrying goods and luggage from the are prohibited. Okay, hát ez baj. Hát ez baj, srác. Okay, senki nem jöhet be abból a... arról a területről, akinek van bármije. Oké, ez az autó nem, egyértelműen nem sárga. Van lökhárítója is. Micsoda terepgumik vannak rajta. Mennyi a kor? 44. Ha papírokat adnál, a rendszám sárga. Oh, hey. Nem. Miért? Oh, hogy az autónak sárga, de igen, de hogy sárga-sárga autót keresünk. Amelyikén nincs is. Wait, nem szerda van? De! Ja igen, az adatok. Oh, nem hozhat sajnos semmit. Oké, 1981. január, március... Április 21 van még mindig. Oké, ez valid. Ez valid. És ha 50-ben születtél, akkor 31 éves vagy. A kép is stimmelni látszik. Na, viszont az van, hogy szerintem te nem adtál át semmi kargó leírást, viszont nekem úgy néz ki, hogy Nekem úgy néz ki, hogy nincsen nálad semmi cucc. Jó, szerintem te mehetsz. Szerintem minden rendben van. Egy kicsit agresszíven reagált arra mondjuk, amikor beültünk. Véletlen volna. Jó, mindegy, most már tovább engedtük. Oké, elég alaposak voltunk, következő. Ha beülsz, elhajt veled? Szerintem ott már nem lenne. Ez meg zöld. Nincs is sárga autó. Ahogy jön még ott egy sárga autó. Van-e lökhárító? Van. Oké, 44. 80... Tehát akkor 41-ben lenne...
40 éves, akkor 37. 37-ben kell születnie. Снежний голап опока мену подробні ілю враху вьосні. Вони не так задно оружники. 31, akkor ő 50 éves, ha most 81 van. Igen, oké. Okay. Igdál Bajrak, Igdál Bajrak. Merjétok ezeket itt a könnyű, így lekattingatjuk a szkalapkabát. Csak majd elfárad egy idő után az emberke, de ez nem feltétlenül baj. Jó, június, ez később van. Onnan gyakorlatilag bármilyen szigorítás nélkül jöhetsz. Jó, nincs okom gyanakodni. A viszontlátásra. Van okom vajon gyanakodni? Hogy visszatekeri az ablakot így. Nem volt okom gyanakodni, nagyon jó. Következő. Elől van lökhárító, hátul van lökhárító, azok pedig WC-k. Minek tekered le az ablakot, te Isten? Everything is alright. Azt majd eldöntöm én, hogy mi az, ami alright, és mi az, ami nem. Kumar Kasimov, a név stimmel. Május. Január, március, április, május. Jó, ez rendben van. Kettő WC. De sajnos ez bizony lejárt. Ez hat napja lejárt, haver. Ez hat napja lejárt. Hogy lehetsz ekkora szégyenpista, arról nem is beszélve, hogy még a szakállat sem stimmel. Fejed is milyen. Na oké, azért megnézem a kargó listát. Mi az, hogy legyek rendes? Aha. Ez így okés lesz. Engedd már át, de majdnem engedhetem. Ennyi? Nem, ő nem mehet egyébként át. Úgyhogy Szergej teljesen feleslegesen pakol. Na haver, van egy rossz hírem. Az inspection report alapján azt kell, hogy mondjam, hogy te ide bizony nem jöhetsz be. És örüljél, hogy nem adtam el a vesédet útközben. Úgyhogy tipli innen nagyon hamar. Valamit nem vettem észre az előzőnél. Entry regulation. Jézusom, hát minden ülés tele van! Oh,
Hova raktál még cuccot, haver? Erre először kiszállok. Sajnos ez nem így működik. Így működik. Lehet, hogy el kéne fogadni a pénzt. Lehet, hogy el... Ó, ez egy pár napja már ott van az a csávó. Lehet, hogy el kéne fogadni a pénzt. Oké, láttatok valahol, bárhol, bármi mást? Ja, hogy le tudnak fizetni? Le tudnak fizetni, de ez egy ilyen erkölcsőz dolog. Yep. Oké, mit láttál és hol? Lökhárító. Ha. Arra gondolsz lökhárító alatt? Majd, ha nem lesz több hely a celládban. Oh, wow. Ezek a csempészek soha nem tanulnak. Ez nem drog, ez valami pénz, tehát itt valami currency zé van. Jó, én szerintem ezzel a Verdával végeztünk. Hamis pénz ráadásul a legrosszabb. Jó, ez elméletileg perfect volt. Igen, ez bizony perfect volt. Ne is mondjátok, srácok. Olyan elképesztően ügyesek voltunk, hogy nagyon. Jöhet a következő! Oké, mi az, amit még keresünk? Keresünk egy... sárga autó... Ezek szerint ő volt a 44 éves, és nem ő volt a sárga autó. Mert ez az autó meglehetősen sárga volt. Ajajajajajaj... Híreim vannak, uram. Kérem, hagyja el a járművet. Valószínűleg senki nem tudja, hogy mi a lebukási statisztika. De hozzám beszélsz? Azt hiszem, hozzám beszél, igen. Jó. Bizonyára nem bánja, ha kicsit körbenézek. Miért nem tudok lepakolni? Egy pillanat és jövök. Elfelejtettem leadni az előző adag kontrabendet. Hű, van itt ez meg az. Oké, végül is elfér. Oké, közben akkor csináljuk a kargót. Miért nem tudom? Ah, oh, mert ahhoz. Csendben maradnék, ha én lennék a te. Oké. Mindent szépen feljegyzetelünk. Benézzünk mindenhova. Ettől függetlenül nekem te haver gyanús vagy, úgyhogy az autót szét lesz szedve. Jó, azt hiszem mindenben van jel. Miért lapos van ez egyik oldalon minden kerék?
Jöttél már át határon, mi? Aztán valaki kiszúrták a kerekedet. Oké, én itt nem láttam most semmit egyenlőre. Ami késik, nem múlik. Aha, ez egy üres hűtő. Oké, akkor a fülke. Olyan, mintha nem lenne semmi sehol. Létezik az, hogy nincsen semmi sehol? Miért gondolod, hogy lennie kéne? Mert keresünk egy csempészt, akinek... Ó, tényleg, egy gang member, nem a járművet keressük. Jó, hát haver. Téged azért biztos, hogy biztos letartóztatunk. Ez baj. Ebben az esetben szerintetek el tudjuk engedni? Kilencig vagyunk? Kilencig. Jó, hát szerintem akkor még nem ellenőriztük a kargólistát. De hát leinspekteltem a kargóját. Most le kell újra inspektálnom a kargóját. Hol a srác? Lehet, hogy már mindegy a kargója? Ó, azt hiszem már mindegy a kargója, ez már így is úgy is el van rontva. Jó, hát akkor söpörd el. Remek, még vesztettünk vele pénzt, akkor valószínűleg ez nem így volt. Ezt nem tudom, hogy mi alapján kellett volna, tudom, lehet, hogy el kellett volna olvasnom részletesebben azt a cuccot, amit nem olvastam el részletesen, de nem ez lett volna az első dolog, hogy nem olvasok el. Oké, itt tudunk upgrade-elni. Mármint hát itt tudnánk upgrade-elni, ha lenne pénzünk egyébként. Tudjuk upgrade-elni a szállásunkat $600. Ó, wow, hogy ő egy ilyen... Egy ilyen tök régi arc, és nem coverölte a... egy alkoholista politikusnak a balesetét. Na hát, szépen vagyunk. Oké, hát nyilvánvalóan egyelőre nem sok mindent tudunk csinálni. Tudjuk upgrade-elni Szergejt? Tudjuk upgrade-elni Szergejt, srácok. Szergejebb lesz. Jó, hát nyilván az ég egyet a világon nincsen semmire pénzünk. Nem teljesen meglepő módon, mert gyakorlatilag több hibát vétünk, mint amennyi missziót megcsinálunk jól, de értitek, ki nem? Oké, ki nem?
Nálunk nagyon jól. Lehet, hogy nem kéne letartóztatni mindenféle embereket, akiket... Erdanik, aki szépen a csírt nagyon kirejve. Lehet, hogy nem kéne letartóztatnunk mindenféle embereket. Csak úgy mindenféle cetli alapján. Na jó, van, pénzt kell szereznünk, mert ez így nem állapot. Mit keresünk? Még mindig van egy autó, ami... Keresünk egy sárga autót. Missing bumpers. One. Oberankov gang member. Oké. Is that a sárga autó? Hát ez nekem sárga autónak tűnik, ha láttam már sárga autót. Ráadásul... Oh, nézzétek milyen, milyen ősz... Ó, oh, mert magától adja a papírt. Hát magától adja a papírt. Hát ne add magadtól a papírt. Hát haver, hát... Gyanús a sárga verdád. Oké. Okay. Do you have anything for sale? Ne szállják ki fele easy-ben. Thank you. Oh, és hogy beszélget is mindenkivel. Ó, oh, bajta. Fegyver ráadásul. Fegyver! Mekkora egy szégyen puttony vagy. Fegyvert akarsz becsempészni gyönyörű országunkba? A gumiabroncsban is fegyver van? Hú, ez még bátornak tűnik nekem. Arra gondoltam, hogy a cellában rohadjál meg. Lassan itt az ideje, hogy lepakoljuk a dolgokat egyébként. Hogy teljesen őszinte legyek, nem akarom egyébként elvinni őket, mert kellemetlenül sok melónak tűnik egyébként. Ezeket is átnézzük, ha már. Ugye a labor campbe viszed őket. Hát a dolgozó, az embereket, igen, úgy tudom, oda kell, igen. Úgy tudom. Hoppá! Napestig üthetem ezt a cuccat itt. Na azt kéne kitalálni, hogy abból hogyan csinálunk pénzt. Jó, legalább a motorhoz nem rakott lőszert. Oké, és még lehet a, lehetnek a izében is amúgy. Másik hátsó kerék is gyanús volt. Láttad rajta a kígyót? Ott volt a kígyó. Hogy nem veszem én ezeket észre? Ne válaszoljatok, légy szíves, jó? Mindenkinek. Ez most ilyen backseat-esebb játék, Tomi, nem kell ezen annyira stresszelnünk. Hozom a kést. Akkoriban szerintem... Ó, nincs késünk. What? Haver, add meg kölcsön a késed. Puhulunk, értem. Puhul a vonal. Ráadásul kettőben is van. El kéne menni venni egy kést. Szerintetek ráérek elmenni venni egy kést? Én szerintem ráérek elmenni venni egy kést. Elvisszük akkor a rabokat is. Azt majd folytatjuk a szétpakolását ennek az egész hazacárénak. Vagyis kell titeket átvinni a kocsiba?
Na, azt tudom, hogy ti mentek dolgozni, az biztos. Másik, amit tudok, hogy... Ó, van másik vasvillám. Másik, amit tudok, hogy viszünk... kontrabendet az autóba. Azt is elvisszük, ha már benne vagyunk. Figyeljél itt rájuk, mert... Hát, érted. Süttyó népek ezek. Meg ne szökjenek véletlenül, ameddig én átpakolom a mindenféle illegális dolgokat. Hogy aztán tudjak venni egy kést, amivel ki tudom szúrni a... Soha nem fogunk végezni. Jézusom, mennyi dolog van itt. Jó, tudjátok mit? Egy ideig ezeket a cuccokat lerakjuk. Ezek most nem feltétlenül kellenek. Szerintem a lőszer sem. Ki akar lövöldözni anyway? Úgy, és akkor így... Ki akarna lövöldözni? Micsoda lassítás! Organized criminal group operating in... Jézusom! Na, az van, srácok! Mi a jó hír az, hogy kim van a loot? Szóval az van, srácok, hogy ez a játék, ez egyre mélyebb. Illetve a másik, hogy nem tudom, nem akarom, értitek, nem tudom, észrevettétek-e, de abban a pillanatban, hogy letettem a lőszert, megtámadtak minket. De hogy abban a pillanatban, hogy letettem a lőszert, megtámadtak minket. Szagot fogtak volna, jöttek, és így azonnyomban megtámadtak minket. Mennyi lőszerem van még? Valószínűleg semennyi, úgyhogy minden legnagyobb rendben. Jó, srácok, nem sokára jövök, jó? Elviszem ezeket a süttyókat. Meg kell nézni, hogy pontosan hova. Ugye jobbra kell menni, és akkor... Amikor elmentem lilangolozni, egy adminisztratív játék volt, most meg FPS. Get back to work. Hát de... Ó, hogy nem tudok elmenni addig, ameddig nem... Hát ez fantasztikus. Jó, akkor haver. Nem tudom, vigyázz rájuk, vagy csináljál valamit, nekem be kell fejeznem a napot, és csak utána tudom elvinni az arcokat. Addig tartsd a robokat a kocsiba, hát ez a terv. Jó, a sárga autó megvan, most már csak az van hátra, amelyik... Ó, de nincs késünk se. Hát de nincs késem, hát így...
Jó, menj innen. Oké, ha van nálad bármi, akkor nem mehetsz tovább. Jó, nagyon úgy néz ki, hogy nincs nálad bármi. Mi a helyzet a lökhárítóval? A lökhárítók megvannak. Oké, akkor az júliusig jó, az még belefér. Az belefér. Jó, szerintem minden rendben. Mehetsz. Lőd le a rabokat és nem lesz gond. Ami ez a játék biztos, hogy pénzbüntetést adna érte. Remélem tényleg mehetett. Na végre valamire pénzt kaptam. Oké, és akkor amit keres... Oké. Neked megvannak a lökhárítóid? Ó, oh, magadtól odad oda. Magadtól odad oda. Az alapvetően gyanús. Ajja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 jj
nekik. Most már csak azt nézem végig, hogy nincs-e valami más is a füle, vaj a füled mögött. Csak azért mondom, mert hogy te ide biztos, hogy nem jössz be. Milyen jelölés, Mikey, vagy mi a kérdés ezzel kapcsolatban? Ja, hogy bejelöljem azt, hogy valami nem jó? Bejelölte magától ügyesen. Oké, szerintem ez az egy dolog. Lehet, hogy megnézhettük volna az időt. Lehet, hogy nem néztem meg a dátumokat. Mindegy, majd kiderül. Valamennyi pénzt így is úgy is kapunk. Kaphatnánk-e többet? Nem. Nem, ez egy abszolút tökéletes ellenőrzés volt. Fáradjon be. Jó napot kívánok. Micsoda fantasztikus napunk van éppen. Csőke. Szerinted mit szeretnék? Na, add ide már végre a papírodat, aztán hagyj haladjunk. Kettő disznót szállítasz. Oké. Okay. Októberig. Jó, az tök jó. Január, február, április, május. Az is tök jó. Téged nem keresünk. Úgy nézel ki, mint a képen. Azt szeretjük. Viszont te innen aztán az ég egyet a világon nem hozhatsz semmit, csak mondom. Ja, az pedig nekem két disznónak tűnik. Oké, akkor itt az a nem annyira nagyon jó hír, hogy te ide bizony nem jössz be. Viszontlátásra. A szabály, az alkoholista politikus hozta, akit Szergej szeretett volna egyébként eltávolítani a hatalomból, de nem sikerült. Miért is nem engedik be? Mert nem lehet ezekből az országokból hozni semmit. Ennyi. Ó, mostantól több pénzt keresek. Ez ilyen, nem tudom, ez egy ilyen szabály. Itt van a táblán. És amit a tábla ír, az úgy is van. Haver, nagyon sok a cucc. Fogadjunk, hogy rossz helyről jössz. Jep, nyilván rossz helyről jössz. Jó, akkor nyilvánvalóan azzal a lendülettel mehetsz is, de ha már benne vagyunk, azért megnézzük, hát van más is. Ráadásul le is járt. Ajajajajajajajajaj.
Oké, azért megnézem, hogy amit bejelentettél, az annyi-e. Hogy lehet oda egyetem benézni? Szavasz. Szabad itt egyáltalán valamit szállítani? Valamiért nem akar ámpakkolni, de... Ó, mert tele van a zóna. Szergej! Hol van Szergej? Nem mondjátok, hogy meghalt Szergej. Ó, tényleg hátul van a motor. Ó, tényleg hátul van a motor. Biztos nem halt meg Szergej. És még egyébként még rosszul is van listázva a kargó. Na az van, haver, hogy csupa rossz hírem van. Húzzál innen a vérbe. Szergej vigyázz a rabokra, nem? Az egy másik dúd. Nem Szergej vigyázz a rabokra, a szemüveges Szergej vigyázz a rabokra. Lehet, hogy meghalt Szergej. És akkor hogy lehet kipakolni, ha meghalt Szergej? Oké, ellenőrizzünk rá az interneton, hogy mi van Szergejjel. Ó, tudok rendelni. Jó, hát Szergejt még élve jelzik. Csomagpontra odaállítja. Nem. Itt van a teherautó. Hol van Szergej? Cső. Mondhattad volna, hogy van kiszárási díj, de végül is mindegy, persze, nem se ráncs. Nem úgy alapvetően szerintem jól állunk egyébként dolgokkal. Most elköltöttem nagyon sok pénzt, lehet, hogy ennyi késre igazából nincs szükségünk. De mindegy. Jó, ezek itt üldögélnek még, úgyhogy ezt a cuccot most el fogjuk vinni. Hát, ha addigra megkerül Szerge is. Azt hiszem, most már mehetünk egyébként. Azt nem tudtam sajnos, hogy pénzbe kerül az, hogy... azt, hogy ezt kihúzzuk. De mindegy, tanulunk. Jó, lehet, hogy értitek, lehet, hogy lesznek itt mindenféle ellenséges erők. Kitért? Lehet, hogy lesznek ellenséges erők, lehet, hogy ránk fognak majd lőni. Ez valami hotel? Elég gettó, de szívesebben laknék itt, mint a kis izénbe. Innen simán be tudnék sétálni, dolgozni, ha értitek, úgy hozná reggel. Itt lesz valahol a munkatábor, azt hiszem. Hol? Hol a retekbe? Miért ilyen átkozott veszélyes ez a hely, ahol dolgozunk? Mert miért nem, én nem tudom. Miért nem bírságolhatok Moszkvában illegális parkolásért? Értitek, megyünk, azt egyszer csak ránk lő valaki, hát... De nem is vagyok benne biztos, hogy van még lőszerünk, mert senkit nem tudtam fejbe lőni. Ez nem igaz, hogy csomó embert fejbe lőttem.
Csá! Hoztam rabokat. Ó, pénz! El akarjuk vinni ezzel a lendülettel? El, valószínűleg el akarjuk. Jó, akkor tudjuk, hogy ott vannak arcok, akik minket nem szeretnek. Jó, akkor őket elkerüljük majd valami mellékúton. Elmegyünk arra, fölmegyünk úgy, jedi, nyilvánvalóan. Aztán veszek majd fegyvereket. Azért vagy itt, mert nem vagy elég korrupt. De lehetek. Mert mint hogy értetted, hogy velem lehet beszélni. Most világít a lámpánk, vagy most nem világít? De hát van egy késed. Tényleg kimehettünk volna, és megkéselhettük volna őket. Igazatok van. Az valószínűleg fantasztikusan jól ment volna. Jó, éjszaka közepén átvágunk a földúton, srácok. Mi baj történhet? Snowrunner, all over again. Hoppá, lehet ugratni. Lehet a Snowrunnerben ugratni, na? Lehet a Snowrunnerben ugratni? Elképzelésem sincs, merre megyünk. Egyenesen. Még sokáig. Fénnyel, hanggal ráadásul, nehogy ne vegyenek észre. Én szerintem nem ezen múlik. Nekem az az érzésem, hogyha ez a videójáték rád akar lövetni, akkor ez a videójáték rád lövet. És egyszerűen ennyi. Tehát, hogy így nem... Nem gondolnám, hogy ez ezen múlna. És ez viszont nagyon előnyös, mert abban az esetben, ha értitek, medve lenne valahol, akkor arra viszont kifejezetten jó, mert a medve, medvettől megijed. Remélem. Én megijednék, ha medve lennék, értitek? Nem tudom mi ez, meg amúgy is jön a rendőrség. Én megijednék, hogyha medve lennék. És amúgy is minél hamarabb szeretnék hazaérni aludni, és szerintem hazaérni aludni úgy van a legnagyobb esélyem minél hamarabb, ha szirénával megyek, mert akkor mehetek gyorsabban, mint a megengedett sebességkorlátozás. Ó, nem, nagyon jó irány megyünk. És amúgy is, most nézzem mindenki magába, ki az, aki nem szirénázva menne, ha szirénázva is mehet? Kicsit remélem, hogy Szergej reggelre jobban lesz. De ez the spirit, nem akar itt... Mindent láttam, az én inventorimból is vajon? Van pénz, upgrade-eljük Szergejt. Tényleg így ráupgrade-elünk Szergejre, és így... így feléled. Jézus, Jézus is így tért vissza egyébként. Fogta azt valaki ráupgrade-elt. Na jó. Hazafele mehetünk már egy kicsit csendesebben. Mint a ninjak. Mint a ninják, srácok. Mint a ninják.
És kipislogtam, mi történt? Elütöttem egy rendőrt. A, Szergej, jól van. Oké, most mi történik? Limbóba kerültünk? Véletlenül, hát nem én teltek róla. Kontraband van. Megvannak a börtöntöltelékek. Autók nincsenek. Tudtad, hogy így kapod vissza Szergejt. Egy élet egy életért, srácok. Szóval egy... Szóval feláldoztam egy másik posztban dolgozó rendőrt. Hogy visszakapjam Szergejt. Oké, ez most egy kicsit fura. Most akkor... Ha most itt elmegyek jobbra, akkor itt most nem fognak lőni. Yes. Ha itt elmegyek jobbra, nem fognak lőni. De egy közben le kell adni a munkatáborba. Oh no. Annyi, hogy még nem vásároltál. Az tök jó. Mert hogy az egy teljesen hibás vásárlás volt. Nem is hívjuk ki egyébként a vásárló arcot, és egyszerűen csak veszünk kést. Szerintem az van viszont, hogy ezeket az arcokat le tudom adni még, de utána valószínűleg elbúcsúzunk mára, mert már csak 4 perc van a streamből, szóval még szeretném őket leadni. Stunning. De akkor a mínusz 500 megtörtént? Nem, szerintem a mínusz 500 se történt meg. Ez nem is HL, mi történik itt? Azt történik itt, Viroly, hogy befejeztem a Hogwarts Legacy-t. Vagy hát nem fejeztem be, tehát nem 100% a játék. De a sztorit befejeztem. Na, szóval szerintem nem vesztettünk mínusz 500-at azzal, hogy elgázoltuk az arcot, akit elgázoltunk. Ami egyébként egy fantasztikus hír. Meg következőre megpróbálom nem elgázolni, mit szóltok? Ez a legjobb ajánlatom, hogy megpróbálom nem elgázolni. Fogunk még ehhez visszatérni? Akarunk ehhez még visszatérni? A héten nem valószínű. De hogy egyébként nem feltétlenül zárkózom el tőle. Vannak részei a játéknak, amikkel tudok azonosulni. Oké, mit szóltok ahhoz, ha azt csináljuk, hogy ezt most leadjuk? És valamikor visszatérünk még a játékhoz. Én szerintem még csak most indul be igazán a buli. Nagyon fura, tehát hogy félreértés ne essék, nagyon-nagyon fura. Nagyon-nagyon fura. De hogy ennyire gazdagok se voltunk még soha, csak vennünk kell egy kést, meg egy baltát. Hétfő reggeli kontrabend szimulátor. Ja, hétfő reggel behúzni egy jó kis kontrabend szimulátort. Viszont megint lehúzódott az előfizetés az IE-re, úgyhogy még játszhatunk majd Need for Speed-et, de most már tényleg le kéne mondanom. Jobb, mint a Papers, Please. Micsoda, az egy tök jó játék. Ennek azért vannak ilyen extra játékmechanikái, tehát hogy van egy ilyen core eleme, hogy figyeld azt, ami kell, de ugye abban meg, ha jól tudom, ott figyelgetni kell, hogy mire osztod be a pénzt, szóval ez azért így egy kicsit más. Mennyi ilyen jellegű játék jön egyébként, és milyen agyament ötletek? Emlékeztek a benzinkút szimulátorra? Emlékeztek a benzinkút szimulátorra? Az a játék mennyire flash volt? Az megvan, hogy amikor a benzinkút szimulátorral, a gas station szimulátorral játszottunk,
Akkor még csináltam a jogsit? Akkor még csináltam a jogsit? Most meg már mióta vezet? Lassan egy éve vezetek. Hát azért elég lassan. De kinda szorta lassan egy éve vezetek. Nagyon durva egyébként, hogy hogy telik az idő. Nagyon durva, hogy hogy telik az idő. Ó, képzeljétek el! Egy-egy, ezt majd holnap elmesélem. A Minecraftban az úgyis beszélgetősebb stream. Főleg a holnapi, mert kicsit kiestem már abba, hogy hol tartunk a Minecraftban. De holnap délelőtt Minecraft lesz, holnap este pedig D&D. Amiben én fogok mesélni. Csak az van, hogy nem... nincs időm felkészülni. Úgyhogy majd improzunk valamit. A srácok hoznak egy... hoznak új karaktert. Az új karakterekkel kapcsolatban... az volt a kérésem irányukba, hogy nem később egy perccel az adás előtt... lehetőleg... kapjam meg az új karaktereket. Lemaradok a sztoriról. Tomi, te holnap aztán semmilyen sztoriról nem fogsz lemaradni. Hol lesz D&D? A Fun with Geeks-en. A Fun with Geeks-en lesz. És félreértés ne essék, tényleg nulla. Azaz nulla. Felkészüléssel érkezünk a dologhoz. Tehát, hogy ilyen... gondolkozni fogok még előtte, de nagyon sűrű a holnapi nap. Gondolkozni fogok azért valamennyi vázlatos esemény soron. Hunter is fog játszani? Nem. Pont azért mesélek én, mert Hunter beteg. Ráadásul nagyon rosszul néz ki, mert mint úgy értem, hogy így... hogy követem Beerilen, és Beerilre szokott posztolni, eléggé úgy néz ki, mintha agyonverné a... az ide, a stream helyett fel tudtál volna készülni. Fel, de mekkora deal lett volna, hogy ahelyett, hogy pénzt keresek, ahelyett dolgozom, hogy holnap ahelyett, hogy pénzt keresek, ahelyett máshol dolgozom. Nem érted? Oh no, nem töltöttem ki a 17. kerületi közlekedési kérdőívet. Viszont, ezt is elmesem majd holnap. Mindegy, nagyon röviden, kipróbáltam ezeket a bérelhető rollereket, mert késve indultam a gyerekért. És én drágának tanálom egyébként, hogy őszinte legyek. Most így, ahogy számolgatom, hogy így mekkora távolság mennyibe került, őszintén szóval drágának tartom. Nálunk haverokkal a szerepjátékban az első 3-4 órás etap mindig csak az összemesélés egy helyszínre. Igen, de ha van shotot mesélsz, akkor ez nem így működik. Tehát akkor ezt így el lehet csalni. Érted olyanokkal, hogy... ó, nem arra a sztorira gondolsz. Szergej upgrade. Látom, hogy nagyon szeretnétek, hogy upgrade-eljük Szergejt. Upgrade-eljük Szergejt. Megérdemli. Jó gyerek. Ő Szergej, ugye? Ő Szergej. Oh, wow, micsoda ruhaváltozás lesz. Nagyobb lesz a fizetése is sem Szergejnek, azt ugye vágjátok. Na, látjátok, Szergej upgraded. Ez egy upgraded Szergej. Feltámadta halottaiból megérdemli. Igazad van, Mikey, tényleg feltámadta halottaiból megérdemli. Másra gondoltam, nem tudom, melyik sztorira gondolsz, hogy nem maradok le. Ja, azt hittem a D&D, mert hogy a D&D-ben nem fog történni semmi, ami a fő sztorihoz kapcsolódna. Na viszont, srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ezen a mai streamen, hatalmas királyok vagytok. Remélem jól éreztétek magatokat, találkozunk még ezzel a játékkal, és találkozunk még majd, és várhatóan... mikor kerül ki ez a VOD vajon? Mikor ment? Alváskor? Remélem alváskor.
Én hát még mindenképpen a héten szeretném, ha ez is kimenne a VOD csatornára, szóval csekkoljátok a VOD csatornát, illetve közben egyébként csendesen dolgozunk, ez egy erős túlzás. Kutakodunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy a Twitch chatet lehessen követni a VOD csatornán. Na mindegy, szerintem fun volt, visszanézzünk majd hozzá, és holnap délelőtt pedig Minecraftot fogunk streamelni. Én várom a holnapi D&D-t, én is gondolkoztam a mesélésen, de még nem volt bátorságom belevágni. Én nagyon szeretek, de nem vagyok jó. Tehát, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ez ilyen a vérprofi majd leült, tehát, hogy az elmúlt 10x évben egyetlen egyszer meséltem most a két ünnep között. Úgyhogy ja, ez nyilván nem úgy működik, hogy az ember csak simán leül, aztán megy. Na, keresünk valakit, akit tudunk rédelni, és kikerült a VOD csatornára majd short content, meg TikTokra. Twitch-et nem lehet SRT-ben hozzáfűzni. Ez nem tudom, hogy az első, aki kérdezi egyébként. Ez azért elég vad lenne. Ha jól láttam, tervben van. Az van, Tomi, egyébként, hogy az a terv, hogy minden olyan héten, amikor nincs, amikor D&D van csütörtökön, akkor szerdán van stream. Este. Ez a terv, de hogy nagyban függ a bölcsi szokástól egyébként, ma a gyerek állítólag tök jól áll volt, ami azért izgi, mert reggel meg amúgy nagyon nehéz volt a búcsú. Szóval, hogy ja, az izgalmas volt. Holnap egyébként látok nehézséget a 9-es kezdéssel, ugyanis a héten egyszer sem értem haza úgy, hogy tudjak. Én viszem holnap a bölcsibe a gyereket, és a héten egyszer sem értem úgy haza, ugye vittem már kedden szerdán, és egyszer sem értem úgy haza, hogy tudnám kezdeni 9-re a streamet, szóval ha esetleg rá tudom venni a gyereket, hogy menjünk bicajjal, akkor esetleg, de hogy nagyon-nagyon kétlem. Nagyon-nagyon kétlem, hogy ez is sikerülne. Na mindegy. Menjünk Marishoz. Tök régen voltunk Marisnál. Ez ilyen, meg megy két napot és beteg lesz, meg amikor két hétig meg folyamatosan óvodába, akkor már pezsgőbontás van. Ja, ez ilyennek tűnik egyébként. Nekünk 4 napot ment. És aztán betegedett le. Na jó, mindenkinek további jó mulatást, srácok, legyen szép napotok, és holnap Minecraft, és pénteken lesz még egy, holnap délelőtt Minecraft, holnap este D&D a Fun with Geeks-en, és péntek délelőtt lesz egy stream, de péntek délelőtt egy rövidebb stream lesz, csak délig. Tehát, hogy az csak délig fog tartani a stream, és aztán szülinapozunk. Na. Jó éjszakát! Sziasztok!